Csekkoljátok le az MC Shopon az Ondás termékeket. Link a leírásban. Hát sziasztok, én Zondor vagyok, és itt is jönnek egy újabb videóval és egyben egy újabb játékkal, ez pedig nem más, mint a Besiege. Ez mondhatni egy első reakció lesz a játékra, ugyanis ezelőtt még soha nem játszottam ezzel, ki se próbáltam most direkt egy videó előtt, hogy a meglepetés hatása az megmaradjon. Hallani viszont már hallottam erről a játékról, ugyanis többen is írtátok a kommenteknél, hogy van egy ilyen játék, ami tök jó és sandboxos, úgyhogy próbáljam ki. És igazából miért is ne adjunk esélyt ennek a játéknak, szerintem tökre jól néz ki már maga a kezdőképernyő is tökre meggyőző. Szóval akkor belevágom a fejszémet ebbe a teljesen új világba, és ahogy látom, itt csak egyet tudok kiválasztani a bolygón belül, úgyhogy Y, ide jövünk. Annyit tudok róla, hogy vannak ilyen küldetések, amiket teljesíteni kell, például egy adott pályán pusztítsak el egy építményt, különböző szintek vannak, és akkor ez itt a legvége. Akkor mondjuk kezdjük ezzel. Kezdjük ezzel. Hoppá. Tökre bejön ez a minimális design. Teljesen lényegre törő a játék, pusztítsam el az egyetlen dolgot, amit lehet látni itt, ezen a kockán kívül. Oké, tehát használjak wooden blokkokat, azt mondja. Aha, oké. Ez érdekes fajta építkezés. Itt kiválasztasz egy dolgot, és akkor balegér gombbal építkezel. Ennek az építkezése pont olyan, mintha ötvöznénk a Trainmakers és a Scrap Manicot. Érdekes, meg kell hagyni, de nekem tetszik. Könnyű építkezni így. Oké, tehát megvan ez. Wheels. Hát azok nekünk itt vannak. Nézzük csak meg. És jó irányba forognak. És akkor meg kell nyomnom ezt itt, és a nyilakkal kell menni előre és hátra. Na nézzük, mit építettünk. Szegény bárányok. Ledozeroltuk a parasztnak a házát, aki ott szalad. Oké, next zóna. Most el kell pusztítanunk már egy malmot? Már itt tartunk, hogy a malmot kell elpusztítani? Ez nem elég ennyi? Vajon? Csak kíváncsiságból? Nem? Úgy tűnik, hogy nem. Egy kicsit hosszabb legyen mondjuk. És akkor kell nekünk steering. Ez így nem lesz jó. Ezt már most látom, hogy ez így nem lesz jó. Ezeket meg kell fordítanunk, vagy nemet módosítani? Ó, de hogy nem. Várjunk csak, milyen fegyvereink vannak. Drill. Ja, hát jól van akkor. Ezt tudtam volna. Bomba. Flame. Ma ilyeneket kapunk egyből. Nem semmi. Így már talán fel fog gyulladni ez a malom. Sőt, biztos vagyok benne, hogy fel fog gyulladni. Látjátok? Oké. Itt most mi a cél? Várjunk csak. Jó, gyanítom, hogy ezek... Igen. Tudtam, hogy ezek bombák lesznek. Auto return, na ez kellett nekem. Most nézzük meg. Na, így már sokkal jobb. Szegény bárányok. Oké. Elérünk. Na, ez tök könnyű volt. Igazából csak arra ment rá a játék, lehet, hogy csak most kellett volna megépítenem a kanyarodást, de mindegy, én ezen már túl voltam az előző zónában. Ott katonák vannak, jól látom. És miért robban föl vajon az egész? Ja, mert ott egy gránát, jó van. Így jobb lesz. Valami más kéne. Nem tudom átfúrni a falat. Egyszer tudom használni is viszont látásra. Na majd ezekkel talán. T betű, rendben van. Na. Ez így már sokkal jobb. Már csak át kell jönnünk a falon valahogy. Jó, hogy közben mi is el tudunk égni. Oké, szerintem kezdjünk egy teljesen új alapot. Huha. Mennyivel jobban néz ki ez így? Most szépen odagurulunk, és mindent felgyújtunk. És közben jó magunk, próbálunk nem meggyulladni, de meggyulladtunk. És ez success. Amikor mi is megsemmisültünk, na mindegy. Hoppá!
Meg kell ölnöm az emberek 70%-át. Mit lehet csinálni ennyi ember ellen? Mindenhova lánk szóró, próbáljuk csak ki. Vagy limitálva van, hogy miből mennyit rakhatunk? Nem megyünk sehova. Hagyjuk, hogy jöjjenek. Nem jó, mi is felgyulladunk. Oldalról úgy érzem, hogy biztosítva vagyunk. Csak ilyenek kellének ide. Amiket üzemeltetni, C-vel lehet. Rendben van. Oké, megoldottuk. Habár felgyulladtunk, de megoldottuk. Mi a következő? Old mining. Szállítsuk oda ezt a két gömböt oda. Mert azok ott vasércek akarnak lenni. Rendben van, ez már nem szükségesek fegyverek. Na, amúgy eddig tökre évezem a játékot. Tehát tökre jók a küldetések is, gondolkodtató is. Nem csak eszetlenül kell építkezni, úgyhogy tetszik. Bár Logic Gate-nak mi nem tudom mi használt fogjuk venni, szerintem egyelőre még sem ennyit. Hogy néz ki egy középkori szenzor blokk? Így néz ki egy középkori szenzorblokk. Kötelek hajtják. Hú, gyerekek. Ez van hihetetlen. Na, szóval akkor szállítsuk el azt a két vasércet oda. Akkor ez egy tökre békés zóna. Csak egy embert látok ott. Oké, az megvan. Tökre jó ez a háttérzaj is amúgy. Oké, megvan. Ez könnyű volt. Hát te meg mi vagy ott, beton? Oké. Megint átépítjük. Szóval van nekünk egy normális ágyunk és van egy hovidzerünk? Aha, van egy sejtésem, hogy mit akar most a játék tőlünk. Nem ezt. Hanem azt akar, hogy nyúljunk ide be, és vegyünk ki valamilyen pisztonszerűséget. És ez mégis hogy működik? H-val. Hogy ez csak egy egységet megy föl. Nem baj. Rakunk ebből akkor még többet. Oké, elpusztítottuk. Letört az ágyunk, de sikerült. 40%-ig le kell robboldunk ezt a bástyát. Úgy érzem, ez nem véletlenül került ide ez a feladat, biztos, hogy nem egy egyszerű dolog. Egész egyszerűen kell némi ilyen. Vagy nem? Akkor nem. Akkor nem. Ezek nem lesznek elegek. Ezzel mi is fel fogunk robbanni, az egyszer biztos. Igen, már hogy lehelyezzük. Kijöjjön, ha mi ezt így előre lehelyezzük. Tehát ezek nincsenek lefixálva. Ezekkel nem tudjuk megfogni a bombákat? Elvégre ezek valamilyen holderek, vagy grabberök. Ó, dehogy nem, nézzétek! Sikerült. Na, megint enemik. El kell pusztítanom az ágyukat, a katonákat, a sátrakat. Nagyon relaxálom, hogy ennek a háttérzenéje. Mondhatni már éjszem már. Gyanítom, hogy ez nem lesz elég, de nézzük meg mi lesz akkor, hogyha ezeket felhasználom és ugye C-vel kell lőni. Ja, hogy ez ennyi? Esik a hó. Pont mint most való életben egyébként. Mert amikor éppen rögzítem a videót, akkor esik a hó. Értitek, mindjárt április van és esik a hó. Na mindegy, szóval. És így majd szépen elpusztítjuk. Mit javasoltok? Ilyeneket esetleg? Oké, megvan. Jajjaj, 50%-et kell most egy sokkal nagyobb várnak elpusztítani. Ráadásul úgy kell elpusztítani, hogy itt még íjászok is vannak. Hát ennek nagyon örülök. Na, úgy tényleg örülök, mert ezek jó kihívások. Na! Sikerült! A piszton az mindenre megoldás. Megint csak egy békésebb zóna. Hiányolok egy dolgot a játékból, már pedig az, hogy például egy ilyen kereket odébb rakjak, mint a Trailmakers-ben tudjátok. Most fogom, sátraknál máshol, de nem tudom. Úgy gondolom ez egy jó megoldás lesz.
így fel lehet emelni a wooden blokkokat, amik itt vannak. Egy már meg is van. Hogy menekülnek előlem azok az emberek? És akkor V-vel lehet detachálni. Ja, ennyi? Azt hiszem többet is fel kell pakolni. Ja, hát akkor ennyi. Ezeket már mind teljesítettük. És akkor még kéne ez itt, és... Nem vagyunk már messze amúgy a végső céltól, az Epsilonon vagy Ypsilonon. Na, eddig egész sokat teljesítettünk, viszont úgy gondolom, hogy akkor ebben a részben most ennyi férjen bele. Szóval akkor köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Amennyiben tetszett nektek a beszéd, és még látnátok róla a tartalmakat, akkor nyomtok a videóra egy lájkot, iratkozzatok fel, és akkor majd találkozunk a következő videóban. Addig is, sziasztok!